Ugye ropogós, bundás, parmezános csirke mellett fogok készíteni, mellé pedig egy nagyon klassz mártogatóst, ami avokádóból fog majd készülni. Először a csirke mellett mutatom, ami a világ legegyszerűbb dolga, és nagyon-nagyon finom, úgy képzeljék el, hogy a csirke mellett megsütjük, és rá fogunk olvasztani reszelt parmezánt, amitől eszméletlen ropogós lesz, olyan, mint egy ilyen sajt chips. Tehát csirke mellett sajt chips, a gyerekek imádni fogják. A csirke mellett először egészen vékonyra felszeletelem, és tényleg nagyon fontos, hogy minél vékonyabbra szeleteljük, mondjuk egy csirkemellből körülbelül olyan 8 szelet szokott kijönni, ilyen sréjen nyugodtan lehet szeletelni. Ilyenkor, hogyha megvagyunk a csirkemellel, akkor csak sózzuk és borsózzuk, és maga a parmezán sajt, vagy bármilyen más ilyen keményebb sajtot használunk, az ugye elég karakteres és ízgazdag, úgyhogy a sóval azért óvatosan. Na, és akkor most jön a bundázása, ami egyébként sokkal egyszerűbb, mint mondjuk, hogyha egy hagyományos rántott csirkét készítenénk, de ugyanúgy három fázisa van, tehát azt nem nagyon lehet megúszni. Az első fázis a liszt, de ez mondjuk liszt helyett lehetne akár egy étkezési keményítő. Ennek az a funkciója, hogy szebben ráragadjon majd a tojásfehérje, illetve a reszelt sajt, és ugye az kell, hogy ez szépen rátapadjon a csirkemere. A következő stádium, a kettes tányérba kerül 2 darab tojásfehérje. Ha látják, ennek ilyen picit habosnak kell lennie a felületének, akkor jó. Ez a második, és akkor a harmadik pedig a lényeg, amiből a ropogós parmezán chips lesz tulajdonképpen, szépen rá fog olvadni majd a csirkére. Ebből 15 deka kell összesen, 50 deka csirkemellhez. Tehát megvagyunk a három alkotó elemmel, ami a bundázáshoz kell, és akkor most következik, ez teljesen hagyományos módon történik, először megy a lisztbe, ebben picikét megforgatjuk, nyugodtan lehet egyébként egyszerre több csirkemellel is dolgozni, aztán megy a tojásfehérjébe, ide is rögtön bele lehet tenni több darabot, tehát nem kell egyesével, és akkor, hogyha ezzel megvagyunk, itt már azért villára szoktam váltani, hogy az embernek ne legyen teljesen mancsos a keze, akkor ezt a csirkemellet átrakjuk a parmezánba. Így kell kinéznie. Az nagyon fontos, hogy milyen tepsit választanak. Tehát lehetőség szerint mondjuk egy ilyen nagy sütőlappal dolgoznak, akkor vagy sütőpapírt tegyenek alá, vagy egy ilyen csúszásmentes szilikonlapot, mert azért ez a parmezán sajt, vagy bármilyen más sajt ugye el fog majd olvadni, tehát azt szeretnénk, hogy szépen könnyen fel lehessen majd venni, tehát ne ragadjon le. Hogyha megvagyunk a bundás csirke mellekkel, akkor ez megy a sütőbe. Úgy kell sütni, hogy olyan 180-190 fokon először, körülbelül 10 percig, ugye a csirke mell eszméletlen hamar átsül, és utána viszont majd egy picit grillre fogom tenni, hiszen az a cél, hogy ez a parmezán, ez a reszelt sajt gyönyörűen úgy ráolvadjon, egy picit megdermedjen és ropogós legyen. Miközben sül a csirke, elkészítjük az avokádó majonézt, és ennek tényleg ez a neve a nemzetközi gasztronómiában, ugyanis, hogyha belegondolnak, illetve ha majd remélem ki fogják próbálni ezt a receptet, akkor az avokádó maga az tényleg egy ilyen eszméletlen krémes, alapvetően nagyon magas zsírtartalmú zöldség, pontosabban gyümölcs, ugyanis ez botanikai értelemben véve tényleg gyümölcsnek számít. Már ahogy felszeletelik az avokádót, fogják látni, hogy nagyon puha és érett. És ugye pontosan így kell kinéznie belülről is, tehát nagyon szép világos, szép zöld, kicsit sárgás, és ez a tökéletes állaga. Ugye eszméletlen magas a zsírtartalma ennek megfelelően, viszont a jó hír az, hogy ezek jó kalóriák, jó zsírok, ugyanis tele van telítetlen zsírsavakkal, tehát ezek nagyon egészségesek. Hogyha megvagyunk az avokádóval, akkor ki lehet szépen kanalazni, és nyugodtan egészen a héjából ki lehet kapargatni a húsát. És akkor jöhet a másik fele is. Az avokádónak az az egyetlen nagy hátránya, hogy sajnos borzasztóan hamar elkezd elszíneződni. Úgyhogy ennek 2 ellenszere van. Hogyha jön hozzá egy kevés citrom, illetve só, akkor rögtön egészen új élete lesz, és tényleg úgy szabad megkóstolni. Tehát elsőre, hogyha még esetleg nem találkoztak egyáltalán az avokádóval, és most lesz az első alkalom, hogy kipróbálják, akkor mindenképpen azt ajánlom, hogy jó sok citromot csöpögtessenek rá, sózzák meg, és úgy kóstolják meg, úgy nagyon-nagyon finom. Hát aztán majd még lehet mindenféle további fűszerekkel is dolgozni, azt mutatom rögtön. A citrommal ne spóroljanak, abból nyugodtan egy egészet lehet hozzá számolni, az avokádó rendesen felveszi, és kell is hozzá ez a kis savanyúság. Aztán jöhet hozzá fokhagyma, 1 gerezd, ezt én reszelni szoktam. Természetesen só és bors.
És hogyha ezzel megvagyunk, akkor jöhet a pürésítés, amihez egy botmixert fogok használni, és fogják majd rögtön látni, hogy ahogy elkezdem pürésíteni az avokádot, akkor gyönyörű ilyen habos, krémes, tényleg olyan állaga lesz, mint egy majonéznek. Hogyha megvagyunk az első fázissal, akkor jöhet hozzá az összes többi fűszer. Én nagyon szeretem, hogyha az avokádóhoz teszünk valami pici csípőset, ez lehet vagy egy friss chili, vagy valamilyen chili szósz, vagy egy csipet cayenne bors, tehát valami, amitől egy picit olyan tüzesebb lesz az egész. És ami még jön hozzá, az körülbelül olyan 3-4 evőkanál olívaolaj, és az egész vékony sugárban csorgatjuk hozzá, ugyanúgy, mintha tényleg egy majonézt készítenénk. Az első felét, és utána ugyanúgy közben, miközben a botmixerrel pürésítjük, akkor is. Ugye látják, hogy tényleg nagyon hasonlít az állaga a majonézhez, és ilyenkor még egy picikét, hogyha szeretnék lágyítani, akkor hozzá lehet adni 2 evőkanál joghurtot, vagy esetleg tejfölt, az egy picikét úgy lekerekíti az avokádó ízeit, úgyhogy 2 evőkanál mehet bele. Hát a majonézhez képest mondjuk az a legnagyobb különbség, hogy azért ez erőteljesen élénk zöld színű, tehát mondjuk tényleg tény és való, hogy picit szokatlan a színe, és hát az az egyetlen hátránya, hogy ez bizony ahogy áll, ugye elkezd majd bebarnulni, ezzel nem nagyon lehet semmit csinálni, úgyhogy magát ezt az avokádó krémet, ezt egyébként inkább utolsó percben érdemes elkészíteni. Az avokádó majonézt gyakorlatilag tálalni is lehet, úgyhogy azt átteszem egy ilyen kisebb kis pohárba. És közben az illatról úgy ítélem meg, hogy a csirke is megsült, úgyhogy hozom azt is és mutatom. Körülbelül ugye 10 plusz 10 perc alatt, tehát először 180-190 fokon, amíg átsül a csirke, utána pedig grill fokozaton, hogy a reszelt sajt ilyen szépen rápiruljon. Látják, hogy ilyenkor lehet látni ugye a széle körül is, hogy mennyire szépen megkeményedett és mennyire ropogósá válik. Úgyhogy ez jöhet. Hogyha szeretnék, akkor tálalásnál még lehet egy picikét csinosítgatni, mindenféle zöld fűszert, petrezselymet, vagy mondjuk snidlinget rá lehet szórni. Illetve, hogyha felnőtteknek is, vagy felnőtteknek készül, akkor még a végén rá szoktam szórni egy kevés csilipelyhet is. Az a csirkének is jól áll, és még az avokádónak is. Úgyhogy remélem, hogy ki fogják próbálni, mind a kettő szerintem nagyon-nagyon finom. Az avokádó krémet lehet használni egyébként még mindenféle szendvicsbe, sonkákhoz, sültekhez, úgyhogy ha marad belőle véletlenül, akkor is fel tudják használni. Jó étvágyat!